Voltunk először ugye délvidéken, aztán Erdélybe, és most itt Felvidéken. Már szinte rutinszerű a dolog, nagyon jó bejáratódott. Látszott, hogy a itteni magyarság vezető képviselői, akik eljöttek, és jól érezték magukat, nem csak a kocintásokán, hogy találkoztunk, ami igazán baráti volt, hanem hogy elmondhatták a fájdalmaikat, örömeiket, és nem panasznapot tartottak, hanem elmondták, hogy mit lehetne csinálni, és hogy miben segített már nekik a Magyar Művészeti Akadémia, például a Forrás Galériának konkrétan anyagilag is, tehát lassan beindul az, amiért ezt a formát létrehoztuk, hogy kiépüljön egy Kárpát-medencei kulturális kör, egy kulturális műhely, amiben mi nem csak morálisan segítünk, és nem csak szellemileg, hanem anyagilag is. Pályázatokon részt vehetnek, és ezek a beszélgetések mindig eltanulási folyamatok arról, hogy mire érdemes pályázni, vagy esetleg arról is, ami itt is alakult, hogy mi hogy írjuk ki a pályázatot, hogy nekik megfelelő legyen. Itt például azt kérték, hogy hassunk oda, hogy a nemzeti kulturális alap, vagy akár a mi pályázataink is abba az irányba menjenek, hogy a műhely is kapjon támogatást, tehát például kiadók legyenek auditálva, és azok is kapjanak támogatást, meg a szerző is, mert ha csak a szerző kap, akkor nagyon igénytelen könyvek jelennek meg, mert se szerkesztő, se korrektor, se nyelvi lektor nem nézi meg, és akkor tulajdonképpen leépül egy könyvkiadás, és közben meghalnak a műhelyek. Ezzel szemben, hogyha egy kicsit kapna a műhely, meg egy kicsit a szerző, és akkor a szerző válogathatna az auditált műhelyek közül, akkor ez fölépülne. A másik kérték a terjesztésben való segítséget, azt hát azzal tudjuk, Magyarországon is küzdködünk, mert roppan össze az egész magyar könyvterjesztői világ. Remélem, mire hazaérünk, nem roppant össze már a legnagyobb kiadó, amelyik magával rántana, Isten tudja hány, az utolsó könyvkiadókat is. Tehát azon gondolkodunk, hogy amikor könyvvásár van, akkor a határon túliaknak mondjuk a Vigadó aulájában rendeznénk, természetesen ingyenesen rendelkezésre bocsájtanánk, hogy terjeszti tudják az anyagukat, de más hasonló, vagy akár én azt mondom, hogy ott nekünk kellene nyitni egy kulturális könyvesboltot, kulturális könyvesbolt, értem ez alatt, hogy nem könnyű irodalmat, hanem a legjobb műveket egész Kárpát-medencéből is otthon is állandóan meg lehessen kapni. Tehát legyen egy olyan könyvesbolt, ahol a Magyarországon megjelent értékes irodalmat mindig meg lehet találni. De tulajdonképpen nem is biztos, hogy ez ráfizetés lenne, hogyha ezt egy helyen meg lehetne találni. Vagy ha ráfizetéses, akkor ki kell találni azt, hogy a külföldiek bejöhetnek oda mindenféle ilyen magyarországi turisztikai terméket vásárolni, az nem egy rossz gondolat, még kulturálisan se, és talán eltartaná a dolgot. Tehát ilyen gondolatok jegyében még egy fölvetődött, hogy lépjünk a kormánynál, hogy a Duna TV-szerűség ismét létrejöjjön. Ezért mondom ilyen furcsán, mert hát a Duna TV most nem a régi formájában működik. Ez különben érdekes, hogy éppen egy konzervatív kormány alatt szűnik meg a Duna TV. Ezt még a liberális, szocialista kormányok se tették meg, de helyre lehetne állítani, és ezeknek a határon túli ügyeknek igazi műhelyévé válna. Azon túl, hogy lezajlott a bizottsági ülés, azon túl, hogy megvolt a találkozó a felvidéki magyar szervezetekkel, ugye számos kiegészítő programunk volt, és ezek ugyanolyan fontosak, hiszen mondjuk az, hogy megnéztük a Dunaszerdahelyi újjáépített városházát, amit körülbelül 20 évvel ezelőtt ugye Makovec Imre tervei alapján építettek újjá. Az, hogy megnéztük a kulturális intézetnek az archiválóját és az ott folyó munkát, ezek legalább olyan fontosak, megnéztük a Kortárs Galériát. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is mindenképpen jelen kell lenni a Magyar Művészeti Akadémiának ezen alkalmakkor is,
hogy látogatást tesz, mint ahogy azóta ugye elmentünk, megnéztük Kaszás Attila emlékházat, és most itt vagyunk Galántán, ahol éppen ebben az időben zajlik egy Kodály napok, egy kórus találkozó, egy kórus fesztivál. Úgyhogy ezek legalább olyan fontosak, mint a bizottsági ülés önmagában, legalább annyira fontosak, mint a párbeszéd, az eszmecsere ezekkel a szervezetekkel. De az mindenképpen megint csak fontos, hogy ebből ne csak a lelkünkben, meg a fejünkben, meg az emlékeztetőkben vigyünk haza, és így legyen mondjuk így, hogy valami emlék, hanem az, hogy ennek legyen folytatása. És most, hogy megnyílt már a Pesti Vigadó, nagyon fontos lenne, hogy ezekkel a szervezetekkel együttműködést olyan módon is folytassuk, hogy otthont adjon az ő rendezvényeiknek, az ő programjaiknak. Ugye itt már tavaly felmerült, és éppen egyébként azt nem is tudhatták az ötletet fölvetők, hogy mi már ezt mondjuk tavaly végig gondoltuk, hogy akár a határon túli magyar folyóirat és könyvkiadóknak lehetne csinálni a Vigadóban, akár a könyvhéthez kapcsolódóan egy rendezvényt, egy bemutatkozót, egy seregszemlét, mint ahogy hát tulajdonképpen végig lehet gondolni azt, hogy mondjuk ilyen határon túl kórusfesztiválokat is el lehet vinni a Vigadó épületébe. Számos lehetőség nyílik meg a jövőben a Magyar Művészeti Akadémia számára, és hát még a munka elején vagyunk, azt gondolom, hogy ezeket a társadalmi művészeti kapcsolatokat rendezzük, mert ugye ezek megvoltak már az egyesületi MMA idején is, nyilvánvalóan ezek a kapcsolatok önmagukban is megvannak az akadémikusok és a szakmai szervezetek között, tehát ezt most egy új formába öntve, új módon rendszerezve viszont már ugye a jövőben a köztestületként működő MMA-nak kell működtetni. Ennek az útnak az elején vagyunk, de hát azért már így is számos eredményt elértünk. Azt gondolom, hogy ezt kell folytatni. Kezdem a szlovákiai magyar irodalomnál. Na, ma esti találkozón a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a képviseletében voltam itt, amely a rendszerváltozás után, a rendszerváltozás idején a sztálinista, kommunista, huszáki, szlovákiai írók szövetsége magyar szekciójának a helyét és szerepét vette át önálló társulatként. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a szlovákiai magyar irodalom, illetve a szlovákiai magyar írók, tehát másképp mondva, a magyar irodalom szlovákiai ágának, illetve a magyar írók Szlovákiában honos tagjainak részének a képviseletén kívül bizonyos értelemben az irodalomszervezés, az olvasó nevelés, a könyvkultúrához való szoktatás, illetve a könyvkultúrának az ápolása és az egyik feladata. Az, ami a fölvezetőben elhangzott, hogy kinyíltak a határok, és ezzel a Kánaán bejött hozzánk, illetve közvetlen csatlakozásunk lett a Kánaán felé, ez mindenképpen hasznos és fontos dolog. A maga hátulütőivel, a maga negatív következményeivel együtt. Tudnélik, annak idején volt egy az Átkosban egy érdekes intézmény a könyvkereskedelem, könyvkultúra területén. Magyarország és a határon túli irodalomrészek, könyvkiadások, könyvkiadók közötti közös könyvkiadásnak az intézménye volt. Ez magyarán annyit jelentett, hogy egészen leegyszerűsítve, hogy a szlovákiában kiadott könyvek
értelemszerűen átkerültek piaci alapon Magyarországra, és a magyar irodalomnak a legjelesebb, tehát válogatott termékei átkerültek a szlovákiai magyar könyvesboltokba. Ez a rendszerváltás után, ez értelemszerűen, illetve nem értelemszerűen, de az első között szűnt meg ez az egyezmény, és az egyezmény, és az a munkaforma, az a szlovákiai magyar területeket könyvekkel ellátó, illetve a szlovákiai magyar könyveket Magyarország felé közvetítő tevékenységi forma úgy szűnt meg, hogy nem jött a helyébe semmi. Ezt ugyanakkor a terjesztés itt is, könyvterjesztés itt is magánkézbe került, ami szintén önmagába véve nem rossz, viszont azt is jelenti, hogy a szlovákiai magyar, de gondolom Magyarországon ugyanígy van, a könyvesboltok, a könyvkereskedők nagyon nagy százaléka a profit szerződésre állt rá. Profitot viszont ugye legkönnyebb a bulvárkönyvekkel, illetve a tömegízlést kiszolgáló művekkel, könyvekkel, könyvnek nevezett élvezeti tárgyakkal elérni. Ez konkrét számok nyelvét, a nyelvén annyit is jelentett Szlovákiában, hogy még a rendszerváltás előtt az állami boltározatok idején körülbelül 200 helyen lehetett magyar könyvet kapni, addig manapság, ha jól tudom, ez a szám 20-20-valahány körül mozog, tehát az azt jelenti, hogy még a nagyvárosok vagy a nagyobb városokban sem lehet magyar könyvet mindenütt kapni. 89 előtt ennek megint a jó oldalai mellett természetesen megvoltak a rossz oldalai is, amik hál' Istennek eltűntek. 89 előtt a szlovákiai magyar szerzők művei természetes módon eljutottak a magyarországi, illetve hát a szlovákiai bolthálózatba is. Ma már szinte nincsen Szlovákiában magyar bolt, illetve könyves bolt, ahol szlovákiai magyar szerzők könyveit lehetne kapni. Ugyanakkor, ami bejön Magyarországról, az sem megközelítőleg sem azt az értékszínvonalat képviseli, amelyet 89 előtt a közös könyvkiadási egyezmények keretén belül szigorú értékrend alapján történő válogatások után bejött. Tehát akkor valóban a magyar irodalom élvonala jött be, és Vörös Sándor Merülő Szaturnusza 1969-ben 1100 példányban lehetett eladni, értékesíteni a szlovákiai magyar versbarátok köre tagilletményeként vagy jutalom könyveként, de ugyanígy Nemes Nagy Ágnes, ugyanúgy Pilinszkinek a köteteit. Ma, ami bejön, annak 90%-a a bulvár. Még egy-két egyetemista klub, egy-két egyetemista szervezet, egy-két az őskorból itt maradt könyvtáros igyekszik az állandósult értékek ből is a szűkös anyagi lehetőségeiken belül válogatni, de ez messze nem szolgálhatja, és messze nem is szolgálja egy mégiscsak 5-600 ezres népközösségnek a
kulturális és nemzeti identitás képzését, mert a politikusaink is arról feledkeznek meg leggyakrabban, miközben a népesség fogyás, az fölpanaszlása az mindennapi imáik közé, vagy panaszaik közé tartozik, hogy a legerősebb, a legfontosabb kulturális és nyelvi identitás képző erőt vagy elemet az irodalom, a könyvkultúra kell, hogy jelentse.